Jó napot kívánok, kedves nézőink! Köszöntöm Önöket a televízió képernyője előtt. Híreink következnek. Nyári diákmunka. Bőcskösség önkormányzata idén is részt vesz a nyári diákmunka programban. A programba 16 és 25 év közötti nappali tagozatok tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező és azt igazolni tudó diákok vehetnek részt, amihez nyilvántartásba vétel szükséges. Regisztrálni a Miskolci Járási Hivatal Foglalkoztatási Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályán lehet. Cím: Miskolc, Zombori út 2. A nyilvántartásba vételt követően a regisztrációt igazoló dokumentumok beadásával Bőcskösség önkormányzatánál lehet jelentkezni a diákmunkára ügyfelfogadási időben Magyarósi Anikó Vandánál. Színes tábor. Augusztus 6 és 10 között színes tábor tervez a Faluház 9 és 16 év közötti gyermekek részére. Ha szeretnél részt venni egy színes táborban, ahol egy kisfilm készítésének részese lehetsz, és betekintést nyerhetsz a fotózás rejtelmeibe is, akkor jelentkezz augusztus 1-ig. Az egyhetes tábor díja egy fő részére 3000 forint, mely magába foglalja a napi háromszori étkezést is. Részletekről a Faluházban érdeklődhetnek személyesen, vagy telefonon, illetve a Faluház Facebook oldalán. A mai adásunkban az idei játszótéri sorverseny és az azt követő fáklyás felvonulásról készült összeállítást tekinthetik meg kedves nézőink. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!
is figyelmet kérnék. Tisztelettel köszöntök mindenkit, nagy örömömre szolgál, hogy ilyen sokan itt vagyunk a mai estén is. Nagyon sikeres volt a játszótéri programunk, és most remélem ugyanilyen sikeres lesz majd ez a fáklyás felvonulásunk. Arra kérnék mindenkit, hogy a fáklyával azért mindenki a másikra vigyázzon, és azt szeretném kérni, hogy különösen saját gyerekeinkre vigyázzunk, nehogy valami baleset történjen. A fáklya meggyújtása itt történik, ide kellene jönni, és az a kérésem, hogy tehát ne tumultus jelenetekkel megvárunk mindenkit, sorban állunk. És még egy nagyon lényeges dologra szeretném felhívni a figyelmet. A gyerekeknek egy ilyen kis zárt fáklyát adunk, tehát ezzel is próbáljuk megoldani azt, hogy ne legyen tüzes baleset. A kicsiknek ezt kérnénk, a nagyobbtól meg azt kérjük, hogy a rendes, hagyományos fáklyát kérjék. Ebben az évben most próbáljuk ki, hogy ugye most, ha lemegyünk a fáklyás felvonulással, remélhetőleg élvezni fogjuk a felvezetést, hisz egy dobos zenés csapat fog bennünket vezetni, és lent a fáklya, vagy a tábortűz gyújtásnál is még adnak egy kis műsort. És pluszban ebben az évben szeretnénk egy nagyon új dolgot kipróbálni. Két csapatot szerveztünk, és amelyik csapatban valaki beáll énekelni, és utána meg lesznek számolva, hogy melyik csapat lesz a többen, és a győztes csapat. És azt hiszem, mindenki látja, ezt a nagy kosár Milka csokoládét fogja kapni. Azt hiszem, ezért érdemes beállni egy-egy csapatba, és a jókedvünket tovább vinni. És akkor elkezdődik a fáklyák gyújtása. We'll be right back.
Thank you.
pedig a megyek mokon feleles kosárba. De felmegy a legény a fára, a meghalott edelére. Ott lerazd a megyek mokon, te meg babám szegyed a kutúzás kötényedbe. Rendek, kapcsolódjatok! Még valami? Még valami? Rendek, mindegy! Egyszer aztán asztalunkhoz jött a vén cigány, megkérdeztem, mi a nótád, édes kicsi lány, hát is nem szemben nekem a kenyitán, nincsen nóta, nincsen nóta. Yeah.
kerek a ringese, száz aranyért nem adnám, száz aranyért sem adnám. Amúgy itt a cucc. Ez a csalász már. Húrja volna, szép vagyok a bárja. Nekem már a Yeah.